Tegnap egy szamáról beszéltünk, aki Jézust a virágvasárnapi bevonuláskor Jeruzsálembe vitte. Ma egy másik szamarát idézzük fel a Bibliának. Igen, mert a Bibliában nagyon sok szamáról esik szó, de azt gondolom, hogy még Jézus szamaránál is fontosabb, lényegesebb ennek a szamárnak a ténykedése. Tudnék, ez az a szamár, aki beszélni kezdett. Ál, mint a Bálám Szamara, hallgattuk ezt gyermekkorunktól fogva, csak hát azt nem tudtuk, hogy ki ez a Bálám, nem tudtuk, hogy ki ez a Szamár, és azt se tudtuk, hogy miért áll ez a Szamár. Hát olvasom Mózes 4. könyve 22. fejezet 27. versétől, amint meglátta a Szamár az úrnak angyalát, lefeküdött Bálám alatt, azért megharagudott Bálám, és megverte a szamarad bottal és megnyitotta az úr a szamárnak száját, és mondta a szamár bálámnak, mit vétettem néked, hogy immár háromszor vertél meg engem? Bálám pedig mondta a szamárnak, mert megcsúfoltál engem, vagy ha volna fegyver a kezemben, nyilván megölnélek most téged. És mondta a szamár bálámnak, avagy nem a te szamarad vagyok é, amelyen járni szoktál, amióta megvagy minden mai napig, avagy szoktam volt é veled eképpen cselekedni az pedig felelte, nem. És megnyitotta az úr a bálám szemeit, és látta az úr angyalát, amint állt az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében. Akkor meghajtotta magát bálám, és arcra borult. Az úrnak angyala pedig mondta néki, miért verted meg a te szamaradat immár három ízben? Íme én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes az az út én előttem. És meglátott engem a szamár, és kitért én előttem immár három ízben, ha ki nem tért volna előlem, most meg is öltelek volna téged, őt pedig életben hagytam volna. Mondta azért Bálám az úr angyalának, Vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állasz előttem az útban. Most azért, ha nem tetszik ez néked, visszatérek. Hát igen, valaki, akit elhomályosít a pénz szeretet mert Bálám előtt a moabiták és a médianiták azért elég nagy summát mutattak meg, nem kérték ingyen a jövendő mondását, és Bálám attól fogva teljesen megváltozott. Bálám egy, egyszer Isten igaz profétája volt, egykor Isten igaz profétája volt, most pedig a pénz hatására eltorzult proféta lesz belőle, Jézus Krisztus ezt használja ki majd a jelenések könyve második fejezetében, amikor a pergámumi levélben erre a jelenetre tesz visszatekintést. De most nézzük ezt a jelenetet. Hát a szamár beszél. Hát a Bibliában kevés beszélő állat van. Hát mindjárt a harmadik fejezetben persze ott van a kígyó, az ősüllő, akin keresztül a, őszülőket, köztük is Évát megszólítja Sátán. Nyilván Sátánnak is lehet ilyen hatalmas ereje, tehetsége, hogy egy kígyot, kígyon keresztül tud beszélni de ez, ez a tehetség nyilván az úrnál sokkal inkább megvan, úgyhogy ő megnyitja a szamárnak a száját, igen, mert ez a történet azokról szól, akiket elborít a pénzszerzés, a pénzhajhászás, a vagyona, a gyors meggazdagodás, pedig hát ott van a Bibliában, hogy aki gyorsan akar meggazdagodni, az büntetlenül nem marad, vagy ott van a másik ige, hogy jobb egy marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel, de Bálán se lát, se hal. És a szamárnak kell megszólítani őt, mint valami, mintha a lelki ismerete szólalna meg Egyszer egyik barátom azt mondja nekem, hát jó pár évvel ezelőtt, te biztos, hogy igaza van a Bibliának, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, hogy Pálapostól mondja az első Timótaus levél hatodik fejezetében, mondom, figyeld meg, a legtöbb emberi probléma mélyére, ha ásol, eljutsz előbb-utóbb a pénzig, a pénz szeretetig. A mai napon is tisztáznunk kell, hogy mi a viszonyunk a pénzhez. Nehogy egy szamár szólaljon meg, nehogy hogy egy néma, igavonó állat szája nyíljon beszédre, és figyelmeztessen bennünket, hogy valami baj van az életünkkel, mert az életünkben nem tisztáztuk, hogy kitől kapjuk a pénzt, és mire kell, hogy fordítsuk a pénzt, úgy, ahogy azt az Úr meghagyta nekünk. A mai napon gondolkozzunk el, hogy a szamár megállt ott, ahol bálám észesebette az angyalt és az angyal megjelentette az Bálámnak, hogy veled tettem volna azt, hogyha a szamár nem állt volna meg, mint amit te akartál tenni dühödben a szamárral. Ne legyünk szamarak.